Vigyázzunk a temetőben, a tűzoltók kérik, hogy ne hagyjunk őrizetlenül mécsest. Hősök emléke, második világháborús katonákra emlékeztek Nyírszeleken. Mobi projekt, mobilitási tervet dolgoztak ki 4 ország szakemberei. Szinte minden család készül a vármegye temetőibe a következő napokban, több tízezren emlékeznek elhunyt szeretteikre a sírkertekben. A nagyszámú látogatóra az önkormányzatok és a rendőrség is készül. Idéglenes parkolókat alakítanak ki, és polgárőrök segítik a közlekedést. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A temetői látogatás kapcsán a katasztrófavédelem is óvatosságra inti az emlékezőket. Azt mondták, ne hagyjunk felügyelet nélkül égő mécsest vagy gyertyát a sírokon, mert a szél könnyen ledönti azokat, ami esetleg meggyújthat műanyag koszorúkat vagy emléktárgyakat. Felemelő látványt nyújtanak a temetők fényei Mindenszentek közelettével. Az évnek ebben az időszakában látogatják legtöbben a sírkerteket. A sírokon, koszorúkon elhelyezett gyertyák vagy mécsesek azonban tüzet is okozhatnak akkor, ha nem vagyunk elővigyázatosak. Országos adat, hogy tavaly 98 alkalommal keletkezett tűz a temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször 66 esetben a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra. A leggyakrabban néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de volt, hogy a temető melletti területre is átterjedt a tűz, és több hektáros, kiterjedt szabadtéri tűz alakult ki. 17 alkalommal a temető területén kihelyezett szemetes gyulladt ki, 15 esetben pedig a sírhelyeken elhelyezett koszorúk égtek. Évente kb. Egy tucatnyi esetnél kell tűzoltói beavatkozást végezni, ez országos adat, de nem is olyan régen a domári temetőben volt egy tűzeset, ahol ott felejtett gyertya okozott tűzeseményt. Néhány alapvető szabály betartásával a Mindenszentek és Halottak napi megemlékezések biztonságosá tehetőek, illetve odahaza is, hogyha gyertyát gyújtunk, akkor ott is ugyanezen szabályokat betartva biztonságosan emlékezhetünk szeretteinkre. Itt elsősorban a gyertya használatra kell figyelnünk. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Fontos, hogy csak hőálló mécses tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, azt is úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. A szakemberek azt kérik, hogy az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el, a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőkbe pedig ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot és értesítse a temető biztonsági személyzetét. Ebben az időszakban sokan otthon is gyertyát gyújtanak. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest vagy gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz. A katasztrófavédelem munkatársai arra intenek, hogy az otthoni tüzek is könnyen megelőzhetőek, ha a tűzálló tálon a gyúlékony tárgyaktól távol gyújtunk gyertyát. Tavaly október vége és november eleje között 13 temetőben keletkezett tűz. Ugyanebben az időszakban 12 lakóépületben csaptak fel a lángok, kegyeleti gyertyák és mécsesek miatt. Mint ahogy szinte minden vármegyei temető, a Mátészalkai sírkert is hosszított nyitvatartással várja a látogatókat, emellett idén is korszerűsítettek a temetőben, több mint 250 méteren kapott szilárd burkolatot az út annak érdekében, hogy biztonságosabban tudjanak szeretteik sírjához eljutni az emlékezők. Már frissen vágott krizantém díszíti az egyik sírtemetés-szalkai temetőben. Itt is hetekkel ezelőtt elkezdték a felkészülést a Mindenszentekre és a Halottak napjára. A temető környezetét kitakarították, hogy méltó körülményeket teremtsenek a megemlékezéshez. Az önkormányzat minden évben jelentős anyagi támogatást nyújt az üzemeltetőnek, hogy ezt a komfortérzetet tovább növelje. A köztemető eddig szilárd burkolattal nem rendelkező útfeleteit tudtuk megcsinálni. Több mint 250 méter eddig homokos járófelületet, aszfaltfelületet tudtunk ellátni, és ezáltal mindenki megfelelően tudja a sírhelyeket megközelíteni. Nyilván az előző évek hagyományaihoz híven több fejlesztést is végeztünk még ezen kívül. A ravatalozóban a megfelelő kegytárgyakat kicseréltük,
a kornak, illetve a megfelelő szertartásokhoz alkalmazható technikai eszközöket vásároltunk, hangosítást foganatosítottunk magába a ravatalozó épületébe. Ahogy a legtöbb sírkertben, Máté Szalkán is meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Reggel 7 órától este 8 óráig lehet a temetőt látogatni. Ezeken a napokon díjmentesen lehet a köztemetőbe autóval is bejönni, nyilván a KRESZ szabályait be kell tartani. Egyedül a november 1-e az, amikor reggel 7-től 10 óráig lehet csak gépjárművel a köztemető területére bejönni, 11 óráig mindenkinek el kell hagyni gépjármű, aki gépjárművel érkeznek a köztemető területét, de viszont este 8 óráig lehet a köztemetőt látogatni. Az elmúlt évek fejlesztéseknek köszönhetően gyakorlatilag az egész köztemető területén rendelkezünk világítással. Így akik sötétedés után látogatnak el a Máté Szalkai temetőbe lerúni a kegyeletüket, komfortosan és biztonságban érezhetik magukat. Második világháborús hősökre emlékeztek a napokban Nyírteleken. Királyteleknél 10 katonának sikerült megakadályoznia, hogy 150 ezer magyar és német katonát bekerítsenek 1944. októberében. A hősök emlékét kereszt és márványtábla őrzi 1984 óta Nyírteleken. A hősi temetőben sírhely és emléktábla őrzi Nyírteleken annak a 10 katonának a történetét, akik megakadályozták majd 150 ezer magyar és német katona bekerítését 1944. októberében. A csatáról és a 10 hősi halottról 40 évvel később emlékeztek meg hivatalosan először. Az itteni 16-os dandár, illetve a felderítő osztály harc érintkezésbe került az orosz seregekkel, és ennek következtében tudták megállítani az előrenyomulást, ami azt eredményezte, hogy a magyar, illetve a német seregek vissza tudtak vonulni a Tisza vonala mögé, és tulajdonképpen ez egy olyan harc volt, aminek következtében 150 ezer ember megmenekült. Erre emlékezünk mi mindig, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos. 1984 óta van is egy emlékhely, egy sírokkal és 10 hősi halottal, amely a hősi temetőben található, és talán ez volt az egyik, hanem a legelső olyan emlékhely, ami a második világháborúra emlékeztek meg. Az 1944. októberében vívott hortobágyi páncélos csatával összefüggésben 1944. október 27-én a debreceni 16. felderítő osztály katonái támadást indítottak a Királytelek Alsó-Sóskút térségében beásott szovjet erők ellen. Ezzel hozzájárultak Nyíregyháza ideiglenes visszafoglalásához. 1944-ben Malinovszkij marsall Nagyvárad irányából szeptemberben egy nagy támadást indított. Éppen azért tudta megindítani ezt a támadást a második ukrán front vezetőjeként, mert a Románia átállt 1944. augusztusában, és a román hadsereg is, tehát így Erdélyen keresztül tudtak Magyarországra jönni, mert a keleti Kárpátokba, a mai Kárpátalja felől Petrov hadsereg tábornok elakadt a támadásával. Tehát Malinovszkij Debrecen térségébe ért, és jól látta a német hadvezetés, hogyha nem lépnek, akkor harapófogóba kerülnek, ezért váratlan ellentámadást indítottak Debrecentől nyugatra, ez a nagy debreceni páncélos csata 44 októberében, és ezután gyakorlatilag sikerült a magyar-német erőket a Tisza vonalára visszavonni, viszont Nyíregyházáért áldász küzdelem folyt, mert Malinovszkij csapatai betörtek ide október 21-én éjszaka, és el is foglalták utána a várost, de sikerült utána visszavenni a várost, Nyíregyházát, tehát egy hetes nagy harcok folytak, és ennek része volt október 27-én a Királytelki csata, itt Felső-Sóskút Dózsa-Szőlő térségébe, ahol szintén a magyar katonai egységek hősi magatartást tanúsítottak. 1984 óta Nyírteleken az önkormányzat és az intézmények vezetői minden évben elhelyezik az emlékezés koszorúit. Október 31-e a reformáció emléknapja van ma, 1517-ben ezen a napon függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára Luther Márton 95 pontját, amelyben a keresztény vallás megújítását, reformálását tűzte ki célul. Az emléknapról koszorúzással emlékeztek meg Máté Szalkán, Kálvin János szobránál. A szatmári városban a helyi egyházmegye, valamint a városi és vármegyei szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.
Budapesten mutatkoztak be a vármegye értékei a nemrég véget ért Omék kiállításon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság és a Sóstói Múzeum falu közös pavilonnal volt jelen a rendezvényen, mondta a 35 perc című műsorunkban Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár elnöke. Így készül a kendermagból vászon. Ezt mutatták be a gyerekek az egyik szabolcs-szatmár-beregi pavilonnál az imár 81. alkalommal megrendezett országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon. A háromnapos fővárosi rendezvényen számos vármegyei kiállító részt vett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság és a Sóstói Múzeum falu pedig közös standban mutatták be a régió kincseit és autentikus hangulatát. Baracsi Endre, a bizottság elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az eseményen kiemelkedően népszerűek voltak a bemutatott értékek. Ha az Omikra tekintünk, akkor azért korábban ez tényleg ugye a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra fókuszált, és a kiállítók mellett, amelyben mindig voltak természetesen megyei kiállítók, azért kevésbé jelentek meg azok a kulturális és különböző örökségek, amelyek azért szorosan kapcsolódnak, én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasághoz is. És ebben változott egy kicsit most az idei Omik, hogy nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy valóban meg tudják mutatni és meg lehessen mutatni azokat a nemzeti értékeket, összekötve természetesen a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral, mert ez valóban szorosan összefonódik, amelyekre nem csak mi a megyében vagyunk büszkék, hanem úgy gondolom, hogy minden vármegyének megvannak azok a kincsei és értékei, amelyeket meg kell tudni mutatni, és hát természetesen a csúcsán ott vannak a hungarikumok, amelyek szintén színesítették az Omiknak az idei három napját, és úgy gondolom, hogy ez a sok ezer látogató, aki kilátogatott, biztos, hogy nem csalódottan ment haza, hiszen a kiállítók és a különböző bemutatók mellett azért ezekbe belepillanthatott. Néhány nappal ezelőtt egyébként újabb vármegyei érték kapott nagyobb rangot. A Hungarikum Bizottság kiemelt nemzeti értékké nyilvánította a Nyíregyházához tartozó bokortanyákat. Baracsi Endre elmondta, kézzel fogható pozitív hozadékai vannak annak, hogy évről évre bővül a vármegyéhez köthető országos értéklista. Egyre több hungarikuma van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének már, és mindenki büszke erre. Nem csak azok, akik valamilyen szinten kötődnek, mondjuk akár a beregi és felső-tiszavidéki keresztszemeshez, vagy éppen Mária Pócshoz, hanem azok is, akik csak itt a vármegyében laknak, vagy a vármegyéből elszármaztak. Hiszen, hogyha találkozunk éppen most az Omékon is, hogyha találkoztunk olyanokkal, akik már nem laknak itt, ők is felkapták a fejüket azokra a hírekre, amikor mondjuk egy-egy hungarikummal találkoztak, és büszkék voltak rá, és tudták kötni magukat a vármegyéhez. És úgy gondolom, hogy ennek ez az erkölcsi hozadéka, és természetesen van egy gazdasági hozadéka is, hiszen ez a turizmusban is megjelenik már. Egyre többen látogatják Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, Nyíregyházát természetesen, mint turisztikai központot, de aki ide ellátogat, most már egyre inkább kikacsingat, pontosan talán a hungarikumok és a nemzeti értékek miatt azokba a térségekbe is, ahová kötődnek ezek az értékek. Baracsi Endre hozzátette, a bizottság néhány nappal ezelőtti ülésén újabb értékeket vett fel a vármegyei értéktárba, amely immár 164 elemet számlál. Az új értékeket pénteken hozzák nyilvánosságra. Mobilitási tervet dolgoztak ki szakemberek a Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határmenti térségeire vonatkozóan. A stratégia célja, hogy az érintett 4 ország 8 régiójában zajló személy- és áruforgalmi rendszereket fejlesszék. A Mobi projekt névre keresztelt program 2020-ban indult. Az elmúlt 3 évben elkészült hatástanulmányok eredményeit a projekt záró eseményén mutatták be a Vármegyeházán. Hosszú várakozási idő, rossz minőségű utak, ezek a közlekedési infrastruktúra hiányosságok számos határmenti régióban megnehezítik vagy ellehetetlenítik a személyi és áruforgalmat Európa szerte. A közlekedés hatékonyságának növelése érdekében egy úgynevezett mobilitási tervet dolgoztak ki ukrán, magyar, szlovák és román partnerek. Az erről tartott sajtótájékoztatón elmondták, a határmenti infrastruktúra javítása érdekében átfogó tanulmányok készültek az érintett 4 ország 8 régiójának vonatkozásában. Fő közlekedési útvonalak egész Európában nyugat-kelet irányban futnak. Nagyon fontos lenne, hogy észak-déli irányban is legyenek közlekedési folyosók, illetve az egyes tagországok között is minél élénkebb legyen a határmenti forgalom. Ezért vizsgáltuk a vízi,
vasúti, közúti közlekedés és nem utolsósorban a légiközlekedésnek a lehetőségeit. A légiközlekedésre itt kisrepülőkre gondolunk, sportrepülőképre, vagy üzleti célú kisrepülőkre. Itt fel lettek tárva azok a szabályozási kérdések, amelyek a különböző tagországok, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Magyarország vonatkozásában ezeket a repülőtereket érintik, milyen feltételeknek kell megfelelni egy ilyen repülőtérnek, hogy ezek kölcsönösen átjáratúak legyenek egymással. A sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt 3 év eseményei számos kihívás elé állították a projekt résztvevőit. A világjárványt követően az orosz-ukrán háború is hatással volt az együttműködésre. A záró rendezvényen azt hangsúlyozták, minden megoldást meg kell előzzön a béke az orosz-ukrán fronton. Elsőben véget kellene vetni a háborúnak Ukrajnában, hogy a tervező asztalhoz újra le tudjunk ülni, és ukrajnai-európai csatlakozásával, európai integrációjával ezek a kapcsolatok élőek legyenek. Ugye nagyon fontos az a korridor, ami összeköti Kijevet Észak-Olaszországgal, és ez a megyénken út keresztül. Itt a közúti kapcsolatok, ami a országot, Magyarországot érinti, rendben vannak, hiszen pár kilométerre hiányzik csak a határhoz Vásárosna, minél bármelyik irányba is indulunk el, akár Záhony, akár pedig Berlitalóc felé. Tehát ez egy fontos európai közlekedési csomópont, átmenő forgalmat lebonyolító útvonal lenne, amely sajnos most a háború miatt nagyon nagy károkat szenved. A MOBI projekt névre keresztelt program 2020-ban indult. Az elmúlt 3 évben elkészült hatástanulmányok eredményeit a projektet záró eseményen mutatták be a Vármegyeházán. 100 milliós illegális dohány manufaktúrára csaptak le a hatóságok Kékcsén. Az egyenruhások 2 ingatlanon 843 kg fogyasztási dohányt, közel 30 kg dohánylevelet és a feldolgozáshoz szükséges gépeket találtak. Az ingatlanok melléképületében gyártotta és fekete zsákokban halmozta fel a feldolgozott dohányt egy 45 éves asszony, amihez a szomszédoktól is tárhelyet kért. A Koda nevű területkutató kutya szimatának köszönhetően került elő az épületekből az illegális alapanyag. A NAV munkatársai a több mint 110 millió forint értékű dohányalapanyagot lefoglalták, ami csaknem 90 ezer doboz cigaretta megtöltésére lett volna elegendő. Az elkövetőnek jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt is felelni kell. Változik az üzemanyagok ára szerdától, erről ír a holtankoljak.net. A portál szerint a benzinára 2 forinttal lesz magasabb, míg a gázolai 8 forinttal csökken. Így átlagosan a 95-ös benzin literjéért 610 forintot, míg a dízelért 639 forintot kell fizetni a hazai kutakon. Kilenc nyíregyházi versenyző áll majd rajtkőre Debrecenben a szerdán kezdődő rövidpályás úszó országos bajnokságon. Közülük az 50 méteres mellúszásban címvédő Stankovics Anna dobogós reményekkel utazik az OB-ra. Szerdától szombatig rendezik meg a 19. rövidpályás országos bajnokságot, amelyre a tavainál nagyobb létszámú nyíregyházi küldöttség utazik. A sportcentrum úszói a nyári versenyidőszak utáni rövid pihenőt követően edzésbe álltak, igaz, a felkészülés korán sem volt zökkenőmentes. Úgy gondolom, sikeresen teljesítettük az kívánalmakat, volt benne edzőtábor és útközben. Sajnos egy-két betegség ugye hátráltatott minket, felső légúti és egyéb problémákkal küzdöttek, de úgy gondolom, hogy aki szinten rendelkezett az országos bajnokságra, mindenki adrafogható. Tavaly 6 fővel, idén 9 fővel vágunk neki az rövidpályás OB-nak. Stankovics Anna elsősorban, ugye, aki a csapatunkban ugye védi az 50 mellnek a bajnoki címét, illetve 50 gyorsan is szeretne dobogón vagy minél feljebb végezni. Ő vállalta a 100 méter mellett, illetve váltóban várunk még a csapattagoktól egy olyan helyezést, ami döntős helyezést ér. Az előzetes nevezések alapján, ha nem is lesz teljes a mezőny, színvonalas versenyre lehet számítani. Ugyanis Debrecenben még lehet teljesíteni a decemberi bukaresti rövidpályás Európa-bajnokság és a jövő évi budapesti rövidpályás világbajnokság szintidőit. Az Amerikában tanulók azok távol maradnak ettől a bajnokságtól zömében, kevesen utaznak haza tudomásom szerint. Nálunk is a Hatházi Dórinak egy fontos egyetemi versenye lesz pont a november első hetében. Ezért úgymond nekünk könnyebbség, illetve hát a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy az amerikai készülők távol maradnak.
Én úgy gondolom, hogy ehhez képest azért nagyon erős mezőny lesz, hiszen rövid pályás világbajnokságra válogató verseny, bárki jelölt keret van. Mint a szakember elmondta, a korábban főként kiegészítő versenyeknek számító rövidpályás viadalok mostanra már beépültek az éves versenynaptárba. A rövidpályán több a forduló, és aki jól fordul és jól rugaszkodik, főleg felnőtt mezőnyben, ott óriási előnnyel bír. Ez nem véletlenül a rövidpályás idők jóval jobbak a hosszúpályás időknél, illetve sokkal látványosabb a verseny, hiszen 25 méteren több fordulóval, sokkal gyorsabb tempóval haladnak a srácok és a hölgyek. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő, tehát általában most már az a jellemző, hogy az őszi szezon az a rövidpályás szezonról szól. A debreceni rövidpályás országos bajnokság után még két jelentősebb verseny vár a nyíregyházi úszókra. November 25-én a saját rendezésű Nemzetközi Szabolcs Kupán állnak rajtkőre, majd december elején Szegeden a korosztályos rövidpályás OB-n szállnak medencébe a nyíregyházi sportcentrum úszói. Szerdán rendezik meg a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulóját, az NB1-es Kisvárda a Budapest bajnokság első osztályában szereplő Union FC otthonában lép pályára. Az NB2-es Nyíregyháza Spartakusz pedig a Tolna vármegyei első osztályban szereplő Dunaföldvárhoz látogat. A további jutásról egy mérkőzés dönt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szinte minden család készül a vármegye temetőibe a következő napokban. Több tízezren emlékeznek elhunyt szeretteikre a sírkertekben. A nagyszámú látogatóra az önkormányzatok és a rendőrség is készül. A katasztrófavédelem is óvatosságra inti az emlékezőket. Azt mondták, ne hagyjunk felügyelet nélkül égő mécsest vagy gyertyát a sírokon, mert a szél könnyen ledönti azokat, ami esetleg meggyújthat műanyagkoszorúkat vagy emléktárgyakat. Második világháborús hősökre emlékeztek a napokban Nyírteleken. Király Teleknél 10 katonának sikerült megakadályoznia, hogy 150 ezer magyar és német katonát bekerítsenek 1944. októberében. A hősök emlékét kereszt és márványtábla őrzi 1984 óta Nyírteleken. Mobilitási tervet dolgoztak ki szakemberek a Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határmenti térségeire vonatkozóan. A stratégia célja, hogy az érintett 4 ország 8 régiójában zajló személy- és áruforgalmi rendszereket fejlesszék. A Mobi projekt névre keresztelt program 2020-ban indult. Az elmúlt 3 évben elkészült hatástanulmányok eredményeit a projekt záró eseményén mutatták be a Vármegyeházán. Október 31-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka borult idő várható a vármegyében, az előrejelzések szerint a hajnali órákban lesz csapadék, a hőmérséklet 10 és 14 fok között alakul. Szerdán napközben derült napos időjárás várható, a hőmérséklet délután 12-15 fok között alakul. A hét további részében marad az évszakhoz képest enyhe idő, csapadék csütörtöktől vasárnapig bármikor előfordulhat.